Ezeket a gépeket a közelmúltban vásárolta a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, annak a projektnek a keretében, ami a digitális módszertani megújulást célozta meg. Természettudományos laborjait a legmodernebb eszközökkel szerelte fel az intézmény, hogy még inkább kedvet csináljon a tanulóknak ezekhez a tárgyakhoz, számolta az iskola vezetője 35 perc című műsorunkban. Tudtunk a diákok otthoni használatára tableteket biztosítani, ami lehetővé tette azt, hogy ők követni tudják ezeket a tanórákat. A gimnáziumban órarendszerinti órákat tartunk, a Google Classroom Meet programjának a segítségével tulajdonképpen közvetlen kapcsolat élő órákat tudunk tartani. Természetesen ehhez a kollégáknak laptopot kell használni, nem gyakran laptop és tablet összekapcsolásával. Meg, a képernyő megosztás segítségével tartjuk az órákat. A Kossuth Gimnázium fenntartója két általános köztanyír egyházi Túróci Zoltán iskola működtetőjével közösen konzorciumban pályázott és nyerte mintegy 80 millió forintos támogatást. Utóbbi intézmény is hasonló megújuláson ment keresztül a digitális felszereltség terén. Ezek használatára nem csak a pedagógusokat, hanem a tanulókat is meg tudták tanítani, Köszönhetően annak, hogy személyes formában zajlik az oktatás, a diákok részéről is pozitív visszajelzések érkeztek az eszközökkel és programokkal kapcsolatban nagyon élvezik a gyerekek, nagyon hamar ráéreznek. Egyébként jártasak az okos telefonok használatában is, jártasak ők a digitális világban, de az, hogy okosan, etikusan jól felhasználni ezeket a lehetőségeket ebben a programcsomagban megtanulták, megtanulhatták, és nyilván ennek miután a digitális térben vannak a gyerekek és a pedagógusok is, a szülők is bevonulnak, ezáltal tájékoztatást kapnak, és lehetőségünk van föl felhívni egyébként az internet veszélyeire és a, a figyelmet. Amellett, hogy megtanulták kezelni ezeket az eszközöket, a pedagógusoknak arra is lehetőségük volt, hogy továbbképzések keretében fejleszték infokommunikációs kompetenciájukat. Ha pedig már bővültek ezek az ismereteikbe, is mutatták tudásukat. A három iskola munkatársai az elmúlt három évben közel fél ezer óra vázlatot, óratervet és más hasznos tartalmat készítettek, amelyek a Nemzeti Köznevelési Portálon keresztül bárki számára elérhetőek.